Keretblog. 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 Támogassátok a Keretblogot, ahol csak tudjátok, dobjatok hozzájuk pénzt, ha láttok egy keretblogos embert az utcán, csak így ürítsétek ki a zsebeiteket. Ennél fontosabb intézmény ma Magyarországon azt hiszem nincsen. Keretblog. Mi vagyunk a Csak Neked Kislány zenekar egy része, és ő a csodálatos Szabó Gege, ő a csodálatos Konsicki Dávid, én a csodálatos Csepel Oliver vagyok, és... Elvesztetted a mikrofon jogaidat. Ez a Csak Neked Kislány zenekar egy része, és megjelent a CNK nevű harmadik albumunk, ami ilyen self-title dolog, mert a Csak Neked Kislány CNK-nak szokták meg, szoktuk rövidíteni. Miért van ez? Boom! Nekem az album egyfajta felnövésről szól, egyfajta komolyodásról szól, egy reneszánszról. Reneszánszról. Egy premier. És hát igazából ezért a harmadik a CNK, és nem az első. Meg főleg az elsőnél én nagyon ágáltam, hogy semmiképp ne legyen self-titled album, mert gyűlölöm, amikor az első album self-titled. Úgy érzed, hogy ez az album egy állomás, ami így meghatározza jelenleg a Csak Neked Kislányt? Így érzem. Bravo, interjú zárva. Ha minden ilyen flottul menne. Igen, a Harag című számunkat az utolsó pillanatban neveztük el Haragnak. Előtte ilyen mindenféle címen futott, mint hogy csak én Szabad akarok lennének hívtam, a Konsi meg Szabadnak, és aztán megegyeztünk abban, hogy mind a két címet utáljuk, úgyhogy legyen az a címe, hogy Harag. Szóval igazából mi elég sok ilyen tüntetésen zenéltünk, meg zenélünk, meg mindenféle ilyen politikai megmozduláson, vagy civilek oldalán, vagy bárkinek az oldalán, akivel egyetértünk, és hogy nem igazán voltak számaink, tehát mondjuk oké, hogy nem tudom, ott vagyunk a Free SFE tüntetésen, vagy a tanár tüntetésen, de hogy azon kívül, hogy elénekeljük a Kaláka feldolgozásunkat, a József Attila levegőt, azon kívül van mondjuk még két szám, amit végül is eljátszhatunk, és aztán jön a falábú nő. Az, amit csinál a zenekar, az odaért ahhoz, ahol csinálja, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy azért tényleg a majdnem több tüntetésen vagyunk, mint koncerten, ez azért persze nem igaz, de nem sokat koncertezünk, szóval majdnem. Na mindegy, úgyhogy csak igazából ez szerintem tökéletes vörösborhoz és tüntetésekhez ez a dal. Vörösborhoz és vörös inghez. Így pontosan, szép munka. Ja, én szerintem a mi oldalunk, ami nem, én azt gondolom, hogy mondjuk ki a bal oldal, szerintem sokszor problémánk van azzal, hogy nem annyira jutunk hozzá a haragunkhoz, és tudunk ilyen kis aranyos konfliktus kezelő, virágozzon minden virág típusú ilyen nagyon kedves hippi arcoknak lenni, de azt hiszem, hogy olyan értelemben így kulturálisan meg kell érnünk rá, hogy tudjunk geci haragos emberek lenni, hogyha okunk van rá, és okunk van rá. Én szeretem az, aki élni akart. Az, aki élni akart című számunk valójában nagyon régóta létezett, egy kicsit más szöveggel, meg egy kicsit más zenével, de aztán nem játszottuk, mert nagyon sokan jelezték felénk a legelső verzióra, hogy hú, hát ez a húsrágó hídverő, miközben egyáltalán nem volt a húsrágó hídverő. Én úgy gondolom azért, mert ebben sincs egy klasszikusan refrén, hanem gyakorlatilag van egy gitártéma a szövegek között. Nagyon ritkán éli túl egy szám azt, hogy ennyi ideig a space-ben van, tehát hogy így nem kerül föl az első lemezre, nem kerül föl a második lemezre, és így visszatérünk hozzá. És tényleg az volt ezzel a számmal, hogy a Konsi írt egy dallamot, arra írtam egy szöveget, átírta a dallamot, átírtam a szöveget, átírta a dallamot, átírtam a szöveget, és aztán ez lett az egyik kedvenc számunk az albumon, és szerintem valamennyire egyébként így az egész albumnak is a szellemiségét ilyen jól összefogja, tehát az egész egy ilyen ugyancsak egy ilyen felnövés
témaköré épül. Sokszor összekötötték a zenekart azzal, hogy a szerelem vagy az abból való visszautasítás, és például ezen az albumon ez szerintem egyáltalán nem jön ki, úgyhogy ezért is nagyon más, és ez a szám például tök jól szimbolizálja, és ezért is, hogy van-e tervünk abból, hogy klip legyen belőle, vagy nem, hát azt majd meglátjátok pár hónap múlva. Te aztán össze akarod zavarni a közönséget, Gege, igaz-e? Vajon lesz klip, vagy nem lesz klip? Kiderül. Mindenki tegye meg a tétjeit. Talán ez a kedvencem, de hát nem. Annyi jó szám van azon az albumon. De nagyon szeretem a Megérdemlemet. Ilyen, amikor felkerült végre a Spotify-ra az egész album, akkor csak így még egyszer így meghallgattam az egész albumot, és így meghatottam attól, meg tényleg egy ilyen szürreális élmény volt, hogy én egy olyan zenekarban így részt vehetek, ami ilyen zenét játszik. Tényleg a világ legmenőbb zenéje, mert mint hogy tényleg, hogy így... Hát, ezt tudom erről a számról mondani, hogy kurva jó! Amikor az először megcsináltuk a Farkast és játszottuk, akkor mindig azt éreztem koncerteken, hogy hú, azért mi itt így ilyen imposztorok vagyunk, akik így ilyen hajrázós metal számot játszanak. De most nem ezt éreztem, most azt éreztem, hogy megérdemeltük ezt a számot. Ez járt nekünk, ez a szám. A szülői abúzusnak az összefüggései a társadalmi rendünkkel, amit körbejárunk mérgesen, és hát nem tudom, azt hiszem magáért beszél a szám, és még azt hiszem, hogy, ja igen, azt még nagyon fontos elmondanom ennél a számnál, és majd az Ábrahám és Izsáknál is, ez egy ilyen ugyancsak egy visszatérő téma ezen az albumon. Csepel a lehel nem emelte rám a kezét, apám nem vert engem, ez a költői én, nem én vagyok. Csak ezt szeretném mondani, lehel, remélem nem kérdezik majd meg sokan tőled, hogy így komolyan, így ilyen apuka vagy? Szégyeld magad. Nagyon érdekes szem, és még fejhangon is énekelhetek benne, úgyhogy imádjuk. Igen, nem, erről nagyon fontos beszélni, hogy ugye az van, hogy a csodálatos Szabó Gegedi már ilyen teljes értékű tagja a zenekarnak, de a basszus témákat nem ő játszotta még föl az albumon, hanem a hasonlóan csodálatos Seyfert Bálint. Nagy tapsot neki. És viszont a Megérdemlemben például részt vesz a Gege is, mert a refrénben a gyönyörű vokálja az hallható, és ilyen. Az egyik utolsó dolog, amit az egész albumra fölvettünk, és hadd mondjam el, azért a kedvenc számom Megérdemlem. És a legrosszabb percekben is te vagy a kedvencem. A házasság nekem az album rejtett kincse, és szerintem ilyen titkos kedvenc. Nem csiszolatlan, egy kicsiszolt gyémánt. És nekem picit olyan, mint egy szám, ami egy ilyen olyan űrt tölt be így a zenei életbe, amire nem is tudtam, hogy van ilyen. Mert hogy pozitívan beszél egy kapcsolatról, egy szerelemről. És a szöveg az szerintem gyönyörű. Szóval én szeretem dicsérni az Olivért, és ezért meg is érdemli ezért a szövegért. Mert tényleg ez egy nagyon okos és kedves szerelmes szám. És még ukulele is van benne, úgyhogy csodálatos. Egyrészt a plasztika tanárom azt mondta, hogy az igazán jó művészet, mint Botticelli, nagyon-nagyon közel megy a Gitchhez, és aztán az utolsó pillanatban nem ér hozzá. Ezt nem tudom, hogy nekünk sikerült-e. Alkatomból adódóan nekem könnyebb mondjuk olyan verseket írni, vagy úgy beszélni magamról, hogy így nevetek magamon, vagy azon, amit érzek, vagy hogy ilyen fájdalmasabb dolgokat könnyebben tudok megfogalmazni, és viszont azt hiszem, hogy annak, amit meg én a feleségemmel, meg a feleségem iránt érzek, meg ami van, ott megtartozom azzal, hogy ott meg úgy legyek őszinte, hogy ez igenis egy ennyire, hát a Gitchhez hajló, de igazából csak, szóval ki kell mondanom, hogy nagyon boldog ember vagyok a házasságomban. És de hát erről szól ez a szám, ez van. Én nagyon szeretem ezt a számot, és nagyon szeretem a feleségemet, szóval tök jó, mert így a kettő összeér. Én is szeretem a feleségedet. Kapcsolják ki. Úgy.
van egymást váltja, Pest legnagyobb szíve és a legrondább kabátja. Szóval itt vagyunk a Gólyában ma este, és a következő szám az albumon a Gólyában ma este. Konsi, zenés percek. Mi az a, az a gyönyörű, gyönyörű kubai szóló? Ezt nagyon szerette az Oliver ezt a riffet, és ezt még a Kobra szívre írtam, és aztán nem csináltuk meg, mert a többieknek akkor nem tetszett, és én közben megutáltam ezt a riffet, és az Oliver meg nagyon megszerette, és nagyon-nagyon sok hónapok akna munkája volt neki, amíg elhitette velem, hogy ezt meg kell csinálnunk, és aztán megcsináltuk, és végül is örülök neki, hogy rábeszélt. Igen. Mert hogy szerintem ez is itt is jól találkozik a szöveg a zenével, hogy valahogy működik ez a latinos hangulat a Gólyával. És ha ezt így papírra leírom, hogy a Gólyának latinos zenéje kéne, hogy legyen, akkor azt mondanám, hogy ez hülyeség, de azt gondolom, hogy a számban megműködik. Hogy, szóval, hogy a, igen, nem, én csak azt akarom mondani, hogy a Gólya és az internacionalizmus szerintem egy ilyen jó lehetőség arra, hogy ne csak feltétlenül ilyen angol szász vonalon mozogjunk a zenével, hanem kikacsincsunk például a dél-amerikai riffek irányába. Abszolút. Gege, akarsz valamit? Ja, de például, úristen, hát a Gege barátom. Szóval, hogy csodálatos Gege... Na, hát ide miért testvérem. Szóval, hogy Szabó Gegét nem csak mint csodálatos basszus gitárost és első osztályú szeretőt tudjuk bemutatni. Másodosztályú. Másodosztályú, de nagyon lelkes szeretőt tudjuk bemutatni, viszont amiben igazán nagyon jó, az a projektmenedzselése volt. Mesélj a klipről, te csodálatos ember. Hát ugye, amikor én csatlakoztam a zenekarhoz, az volt kb. Az első fellépésünk, hogy akkor itt a Gólyában játszunk egy koncertet, aminek nagyjából az is volt a lényege, hogy a Gólyában ma este klipje lesz, és akkor minden, hát részben az volt. Az volt a lényege, hogy szeretünk a Gólyában játszani, és hát az utolsó igen. Pillanatban eszembe is. És akkor lehetne egy videó is, és akkor lettek ott koncertfelvételek, amit a Mandula a Luisa forgatott le, ugye, és akkor ezt próbáltuk így kiegészíteni, hogy legyenek plusz jelenetek, és minél jobban kapjuk el ezt a Gólya hangulatot. És ebbe próbáltam én segíteni a klip előre haladt, tehát, hogy így az ötletből legyen egy végtermék is, és határidőre meg legyen a végtermék, és szerencsére ez sikerült, ha nem tetszik, akkor nekem semmi közöm az egészhez. Azt se tudom, hol vagyok. Azt mondták, itt lesz csoki meg süti, és nincsen, és nagyon csalódott vagyok. De amúgy szerintem egy nagyon kedves, hangulatos klip lett, és valakik mondták, hogy ez egy Gólya himnusz, de szerintem inkább nagyon jól visszaadja a szám is, meg a klip is, az, hogy a Gólyában milyen hangulat várhat, ha betévednél ide, és szerintem ezért is ilyen nagyon kedves szám. Mondom, és valami mezőt képzelek, lassú tés. A következő számunka nincs itt, ami arról szól, hát amit mindenkinek arról szól, aki hallgatja, aki neki nincs ott, nekem az édesanyám nincs itt, mert én elveszettem az anyukámat valamikor 6 éve talán, és már igazából az előző albumon volt a Kobra szívem van az Ági fia, ami ugyanúgy erről szól, az anyám elvesztéséről és az én kapcsolatomról vele, de hogy ez egy ilyen sokkal egyrészt konkrétabb szám, és viszont még kevésbé szól, igazából se nem rólam nem szól, se nem az anyámról, hanem így azt akartam így megfogalmazni, szóval, hogy nem egy ilyen siratót akartam írni, vagy ilyesmit, vagy nem egy ilyen felmagasztalását az anyámnak, vagy a magam sajnálását, mert ezekből van egy csomó szám, meg nem tudom, hanem igazából nekem az volt az érdekes, hogy azért nagyon nehéz szerintem így meggyászolnunk valakit, mert hogy ez nem egy megmagyarázható, vagy egy felfogható dolog, hogy van valaki, aki ott volt egész életünkben, és mostantól soha többé nem lesz ott egész életünkben, ami így elmondva egy ilyen nagyon mondén dolognak tűnik, de hogy mégis ezt így megélni egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, és hogy csak ezekben az apróságokban lehet tetten érni, hogy bemész valahova, ahol eddig ott volt
az a valakid, és mostantól nincs ott az a valakid, és nincs itt se, és nincs ott se, és nincs amott se, de hát nem magyarázom túl, szerintem érthető. Valaki írta a Facebookon az album megjelenés alá, hogy ő 6 év után most először síratta meg az anyját ezzel a számmal, ami azért elmehetünk nyugdíjba, azt hiszem, most már. Szóval, hogy azért ezek olyan dolgok, hogy ja, akkor hazamehetünk. Nem tudok, nem lehet, nem majd, nem ért, vagy én, vagy ő, de ő is pusztul. Több verziója volt ennek a számnak is. Már ez is fel egyet. Illetve egy teljesen másik verzióval kezdtük, mint most, és aztán megmutattam Olivernek, és miközben mutattam neki a demót, a közben jöttem rá, hogy ez egy Arctic Monkeys szám. Nem is Arctic Monkeys, hanem Last Shadow Puppets szám, de hogy így egy az egybe. Úgyhogy véletlenül Alex Turner-eztem egyet. Jó, ez én a legyőt. Úgyhogy azt újra kellett írni, de az is egy jó szám. Hallgassatok Last Shadow Puppets-ot is. Vannak benne vonósok a számban, igaziak, nem csak Mellotron. És ez egy szuper dolog volt. Régóta vágytam arra, hogy már nagyon sok vonós dolgot írtam egyéb, nem csak neked kislány related zenékhez. És, de még sose sikerült élő vonósokkal fölvenni, és ezért nagyon jó élmény volt igazi emberekkel dolgozni, nem csak pluginekkel. Szuper, nagyon büszke vagyok erre a részére. Meg szerintem jól szól. Nagyon büszkék vagyunk rád szerintem. Büszkék. Amúgy ez az a szám, amit én a legjobban szeretek játszani, mert így tényleg egy nagyon jó nagyon jó a lüktetése, nagyon jó ritmusa van, és a szöveg is szerintem tök jó. És nyilván mindegyik számra azt mondtuk, hogy mennyire jó, szerény zenekar, de mindegyik szám jó. Bocs. Miért csinálnánk ezért, ami nem tetszik? Miért? Mert sok pénzt fizetnek érte. Hát én, amikor írtam a szöveget, akkor még én valamiért úgy gondoltam, hogy jó ötlet lesz egy ilyen Pánik 1, Pánik 2-t csinálni, és látom a szemem sarkával, hogy mindketten ilyen agygyökér. És igazuk van, tényleg jó lett ez az egy szám így, ahogy van. Tehát a már nem segítő félelem, hanem igazából az érvényesülést, meg az életet meggátló félelemnek az elmulasztásáról szól ez a szám, és arról, hogy önmagában a félelem sose fogja abba hagyni, és hogy abban is azt hiszem, hogy van egy ilyen rárímelés rögtön az előző számra, ahol meg ugye visszatérő dolog anyám elvesztése és a Kék Golyó utca, hogy én azt a sort szeretem legjobban a Pánikban, hogy a félelem, mint a rák, nem fékezheti meg magát. Az övé, ami lakatlan, ami nem az enyém magamban. És hogy nekem ez volt a legfontosabb része a dolognak, és mondom, szerintem az egész albumban ez így vissza-vissza térő motívum, hogy vagyunk a félelemmel, hogy győzzük le a félelmet, mit csinál velünk a félelem, stb. És az, ami a Pániknál csúcsosodik ki legjobban, ez a téma. A Szó című szám az egy, az én szempontomból egy nagyon, abban az értelemben egy nagyon egyszerű szám, hogy szerintem egy mondatban el tudom mondani, ha igaz, hogy igazából csak simán a versírásról szól ez a szám, szóval elég meta, de hát ha hallgatja valaki, aki éppen valamilyen szöveggel birkózik, és nem jut eszébe valami, ami tudja, hogy eszébe kéne, hogy jusson egy sorvég, vagy egy akármi, és akkor azzal kapcsolatban egy ilyen meditatív. Ami nekem érdekes volt, hogy ami a második és a harmadik verze között van egy ilyen átvezető rész, ahol igazából van egy ilyen asszociatív szöveg hömpölygés, amiben valahogy így azt akartam megfogalmazni, hogy
milyen nekem az, amikor gondolkozom egy versen, vagy mi történik az agyamban, amikor csak így a szavak így pulzálnak, és az egyikből eszembe jut a másik, és abból egy harmadik, és hogy nincs ilyen megfogalmazható összefüggés, de ahogy így az ember így csak így, nem tudom, ízlelgeti a szavakat a fejében. Remélem, ennek volt bármi értelme. Konsi! Szuper, szuper szép beszéd volt az a versírásról. Itt is remek basszus téma van Seyfert Bálintól, szerintem nem magamat dicsérem, hanem tényleg nagyon jó témákat rakott bele a Bálint, úgyhogy ügyes fiú. Úgy tudom, ez az egyik kedvence egyébként az albumom. Tényleg? Igen. Vannak számok az albumon, így, tehát hogy amit mondjuk a Gólyáról mondott a Dávid, hogy ilyen bizonytalan volt benne, és akkor én így kvázi megszerettettem vele a számot, ez hasonlóan volt fordítva, hogy nekem a szó volt olyan, hogy nem tudom, hogy nem túl meta-e, meg hogy így ez az ilyen old school blues téma, hogy ezt, hogy így nem tudtam tök sokáig így nem tudom menni vele, vagy ilyesmi, és hogy szerintem most már elértünk a Dáviddal, és most már tökre szeretem ezt a számot, és hogy azt hiszem, hogy elértünk most már oda így a harmadik albumnál, hogy igazából van egy olyan ilyen szülői hozzáállásunk, hogy így jó, hát hogyha így én még nem tudom, de hogy apa azt mondja, hogy arra menjünk, én bízom apátokban, hogyha ő azt mondja, hogy ott lesz egy tisztás, akkor menjünk, én nem vagyok benne biztos, de hogy így igazából azt hiszem, hogy így hogyha nagyon spiri akarok lenni, akkor valahogy így ilyen egymáson keresztül meg tudunk most már szeretni számokat, azt is, amit így, na mindegy, szóval egymáson keresztül valahogy így voltak számok, amiket így azért szerettünk meg, mert a másik annyira szereti, hogy mi is elkezdünk hozzájuk kötődni. Tavasz. Nem olyan érdekes történet, de én ezt a számot hallottam először az albumról, mert ezt annól játszottátok, amikor még nem voltam a zenekarban. Akkor még nagyon magányos voltál, igaz? Magányos, nem voltam megértve. És annyira fáztam. Pedig tavasz volt. Nyár volt. Tesz szemét. Szóval én ezt a számot... De jó. Én ezt a számot hallottam először az albumról, és már akkor gondoltam, hogy kicsit fura ez a refrén, hogy tavasz van ősszel, tavasz van télen, tavasz van nyáron, tavasz van mindig. Aztán így, ahogy hallgatod igazából, nem is az évszak a lényeg, megoldás, hanem hogy tényleg a tavasz érzés. Ugye? Nem csak te vagy okos a zenekarban. Nem, amúgy egy nagyon... kedves popos szám szerintem, és többet kéne játszanunk. Az viszonylag ritka szerintem, hogy egy számba úgy találunk ki vokált, hogy már így felstúdiózzuk, tehát már van róla demo, meg gyakoroljuk, próbáljuk, már koncerten is játszottuk, meg minden, és akkor így felstúdiózzuk, és akkor azt mondjuk, hogy na ide kerüljön egy vokál, ami nem csak egy ilyen nagyon egyszerű vokál, hanem valamilyen ráduplázós micsoda, és én azt nagyon megszeretném, vagy hogy így addig is szeretném a tavaszt. Igen. Legjobb évszak. Legjobb évszak. Igen, az első szám volt beírva a kis projekt füzetembe, most visszaemlékeztem. Menjünk át a Gólyából egy kávézóba. Valamiért Oliver nagyon szerette volna, hogy ebbe a számba legyen órakattogás, és Váltig állította, hogy ez a szám az óra BPM-ével megy együtt. Nem igaz. És a mai napig nem, de mindjárt megkapjuk a választ, hogy miért szeretett volna bele órakattogást, ami végül nem került bele. Ja, el kell mondanunk szerintem valamit a metódusunkról. Úgy írunk számot, hogy az összes hülye ötletemet bedobom a Konsinak, aki pedig így próbálja nyelni a könnyeit, és csak szedi a szívgyógyszereket, és így mondja, hogy
Oliver, a zene nem így működik, kisfiam. Én meg így legyen benne órakatogás. És azért az van, hogy 120 BPM volt a demo, és azért tehát védelmemre legyen mondva. Vannak ötleteim, amiket aztán néha használunk, szóval... Nem. Izé... itt az órakatogás nem érted. Nekem így hozzá... Hát nekem csak így nagyon hozzátartozott ehhez az ilyen, nem mozdul az idő, és csak így körbe-körbe izé járnak a tekintetek a kávézóban, és ilyen hangosan kattog az óra, és gondoltam 120 BPM pont kijön, tök jó. Én nagyon gyűlölöm, amikor egy szám úgy ér véget, hogy elhalkul, hogy körbe-körbe megy az utolsó refrén, vagy verze, vagy akármi, és csak így szép lassan lehalkítják. Én nekem az esetek 120%-ában az jut eszembe, hogy így, na mi van, bazzik, nem gondolkoztatok rajta, ugye, hogy hogy érjen véget a szám, csak így a technikus egyszer csak ezt csinált, és így véget ért. De hogy itt Konsi meggyőzött róla, vagy hát ez egy ilyen régi sportunk a Dáviddal, hogy mondjuk minden albumnál van egy ilyen két szám, ahol így Konsicki Dávid csillogó szemekkel azt mondja, hogy vagy mondjuk ez a szám elhalkulhatna, és akkor én ledobom magam a földre, és hangosan sírok, és fenyegetőzöm. Sem szeretem különösebben az ilyen számokat, de hogy gondoltam, egyébként van olyan szám, amikor ez működhet. És ebben a számban működik, mert hogy körbe-körbe megy az egész szám, és akkor ennek itt van értelme, hogy elhalkul, szóval sikerült. Jaj, annyi van, hogy egyébként segített nekem egy pontján, még a felvételek előtt elvittem a szövegeket a kis gyűrött papírgalacsinokon, meg a telefon jegyzeteimen, és kértem, hogy fogadjon Beck Zoltán, az ő, nem tudom, fényébe fogadjon be engem, és akkor így átbeszéltük a szövegeket, és egy nagyon-nagyon-nagyon kedves ember, mint azt nyilván mindenki sejti, és tök sokat segített, és egyrészt még akkor nem volt meg az album összes száma, de az akkor megmutatott, mondjuk a fele volt meg, vagy kétharmada, az akkor megmutatott számokból ez volt a kedvenc szövege, képzeld. És nagyon szépen köszönöm Beck Zolinak a minden segítségét. Lesz veled, kezed a kis tölerja, mind a kettőt nem lehet. Ja, szóval az utolsó száma az albumon, a 11. az Ábrahám és Izsák számmisztikáért majd mindjárt megkérdezzük Szabó Gege jelenlévő szakértőnket. Igazából szerintem nem csak azért jó, hogy az album végére került, mert ez az a bizonyos kicsit másmilyen műfajú szám, mert hát igazából az összes szám kicsit másmilyen műfajú szám a lemezen, vagy legalábbis mi ezzel szédítjük magunkat, hanem hogy egy kicsit szerintem így lekerekíti az albumnak a több ilyen motivumát, meg több ilyen témafelvetését. Sokat beszélgettünk a Konsival azokról a számokról, amiket írunk, és egy ponton igazából így rájöttem, vagy nem tudom, így az jutott eszembe, hogy valahogy a CNK-nak van egy ilyen fura olyan helyzete, ami nem tudom, hogy mitől van. Tehát, hogy megtehetjük azt, hogy írunk egy ilyen teljesen idétlen viccelődős számot, és aztán megtehetjük azt, hogy írunk egy ilyen egyáltalán nem vicces és komoly számot, ami arról szól, hogy Isten azt mondja egy faszinak, hogy ha igazán bízol bennem, akkor most mész egy hegyre, és megölöd a 9 éves első szülött, hőnszeretett kisfiad, és mit csinál ez az apuka, és mit kéne neki csinálnia. Nekem ez volt az a szám, hogyha mi lennénk a Platon Karatajev, akkor ilyen számot írnánk. De persze ez lehet, hogy fasság. Minden esetre a Platon Karatajeves Gergő mondta, hogy ez a kedvenc száma, úgyhogy sikerült. Igen. Nem, ez közben azon gondolkoztam, hogy a zeneileg viszont ez az a szám, ahol a szokásos ilyen egyensúlyra nem törekedvén csináltam meg a zenét, hogy ne legyen túl szomorú vagy túl vidám. Itt azt gondoltam, hogy itt viszont hajoljunk bele rendesen abba, amiről szól a szám, és legyen epikus, amennyit mi zenekarilag nyilván se kórus segítségével, a Song Factory kórus segítségével, meg a vonósok segítségével, de hogy amit mi így meg tudunk tenni, azt tegyük meg annak érdekében, hogy ez a szám olyan legyen, mint amit a szám megkövetel, és ne olyan legyen, mint amit elképzelünk, hogy amúgy milyen egy csak neked kislány szám. Hát, hogy szerintem pont ez az, hogy egy ilyen hasonló dolog van, tehát, hogy mondjuk az Ábrahám és Izsák, és a Nincs itt, a két ilyen
legjobban ilyen, nem tudom, hogy minek neve, nem is az, hogy legérzékenyebb, de hogy egy ilyen legszomorúbb, vagy legszentimentálisabb száma, nem, ezt nem tudom így megfogalmazni, de szerintem értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy pont, hogy szerintem nagyon jól kiegyensúlyozza a zenével a szöveget, mert még a nincs itt egy nagyon-nagyon személyes szöveg, és azt egyszerűen én szerintem azért kell egy kicsit visszafogni, vagy azért ne egy siratót csináljunk belőle, mert hogy nem arról szól, hogy mennyire kurva szomorú vagyok, úgyis szomorú leszel, mert eszedbe jut az, akit elvesztettél, hanem hogy a halálról nem tudunk, vagy legalábbis nagyon-nagyon nem része úgy általában az életünknek, hogy beszéljünk úgy a halálról, hogy milyen elveszteni valakit, nem csak az, hogy jó, kurvára fáj, vagy hogy már túl vagyok rajta, vagy még szenvedek tőle, vagy milyen jó ember volt, vagy mennyire nem volt jó ember, vagy bármi ilyesmi, hanem önmagában az, hogy miért okoz gondot. Azt átérezni sokkal nehezebb lett volna, hogyha leforázzuk a hallgatót egy ilyen nagyon durván, szentimentálisan szomorú gyász zenével, és akkor így egyszerűen csak így eláraszt ez az érzés, és nem tudunk róla beszélgetni, hogy ez micsoda. Míg az Ábrahám és Izsáknál pedig ugye egy ilyen értelemben egy sokkal elvontabb dologról beszélünk, és hogy ahhoz viszont, hogy ebbe belevigyen, ahhoz viszont kell annak a színházi kelléke, hogy akkor viszont így a kőkeményen belehajol a Dávid a térdig gázol a szomorúságban, és olyan akusztikus gitárjáték, és olyan vonósok, és olyan kórusmű van benne, hogy megszakad az ember szíve teljes joggal. Egyébként erre is érkezett olyan visszajelzés, hogy valakinek az ilyen a valláshoz való viszonyáról szólt, ami nyilván az egyik teljesen valid olvasata ennek a számnak, de hogy igazából azt hiszem, hogy nem szólt többről, mint hogy ne legyetek hülyék, srácok, bármilyen hatalom azt kéri tőled, hogy öld meg a gyereked a kedvéért, és akkor ide lehet tenni olyan olvasatokat, hogy vagy utcára tegyél valakit, mert nem tudta befizetni a nyugdíjából a lakbért, vagy hogy nem tudom, ne állj szóba a gyerekkel, mert mit tudom én, transz, vagy mert a másik pártra szavaz, tök mindegy. Szóval a lényeg az, hogy minden olyan rendszer, aminek a közepében nem az ember van, az kurvára gyanús. Szép végző. Szép. Szép összeződés. Szép összeződés.